A kellemes és eseménydús napon szülőket, diákokat és iskolákat hoztak össze, hogy megkönnyítsék az amúgy is nehéz pályaválasztást. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum és iskolái minden évben hagyományosan így október tájt elkezdik a pályaválasztáshoz, pályaorientációhoz kapcsolódó rendezvényeiket. Az idén egy egészen új ötlettel látunk elő, nem titkoltan több célt is megfogalmaztunk magunkkal szemben. Egyrészt azt, hogy vigyük közelebb a szakmáinkat a pályaválasztás előtt álló diákokhoz és szüleihez, mutassuk be azokat, és nem is akármilyen módon. Egy időben, egy helyen az összes iskolánk életszerűen, megkóstolhatóan, kipróbálhatóan, interaktív módon. Másrészt azt a célt fogalmaztuk még meg magunkkal szemben, hogy segítsük a pályaválasztás előtt álló tanulókat, illetve a szüleiket. Ha kérdésük van, akkor arra tudjunk választ adni, illetve hát kínáljuk fel a képzési palettáinkat, mutassuk meg, milyen lehetőséget tud kínálni egy-egy iskolánk a nyolcadikosoknak. 8 iskolánk 6 településre vonult ki, és mutatta be a képzési palettáját. 4 helyen már lezajlottak ezek a rendezvények, és nagyon örömmel tudok beszámolni róla, hogy nagyon népszerűek voltak, rendkívül sok diák és szülő tette fel a kérdéseiket, és remélem kapott rájuk helyes válaszokat. A héten Pakson, illetve Dunaföldváron voltunk, most Bonyhádon, illetve a holnapi nap Szekszárdon folytatjuk a rendezvényeket, és várunk mindenkit nagy szeretettel a városok főterén. Ha tájékozódni szeretnének a képzéseinkkel kapcsolatban, illetve egyáltalán a rendezvényeinkkel kapcsolatban, akkor a tmsc.hu honlapot ajánlom figyelmét a kedves nézőknek. Tartalmas volt a választék. A szekszárdi vendéglátóiskolából több finomságot is hoztak, amit a diákok készítettek. A szekszárdi vendéglátóiskolából jöttünk, ahol kimondottan turizmuságazat képzés folyik, szakácsképzés, pincérképzés, cukrászképzés, illetve szakács-szaktechnikus, vendégtéri szaktechnikus és cukrász-szaktechnikus képzés folyik érettségi után. Most itt jelen felállásban szeretnénk bemutatni a képzéseinket, illetve irányt mutatni a leendő nyolcadikos, vagy a mostani nyolcadikosoknak, hogy ezt az iskolát válasszák, és hogyha érdekli őket a turizmus, akkor november 30-án lesz egy nyílt napunk, és oda is szeretettel várjuk őket. A dombovári rendészeti szakosok egy különleges robottal csalogatták a diákokat, ami különböző edzési folyamatokat mutatott be. Én rendészeti szakra járok, közszolgálati technikus, és van itt ugye vasutas is, pedagógus. Leginkább rendészetre szoktak jönni, leginkább a nyolcadikosok, akik így megtetszik nekik igazán, de igazából mindenhonnan jönnek rengetegen. Az általános iskolások nagyon érdeklődőek voltak, és a szülőknek is nagyon tetszett, hogy ennyi iskola megmutatta magát. Sok iskola van, és mindegyiknek láthatjuk úgymond a színeit, és megismerkedhetünk különböző szakmákkal, és akinek ugye még nincs elképzelése, az is simán szerezhet tapasztalatot, vagy egy kisebb információt, hogy ugye mit tud tanulni, és akkor így könnyebb lesz ugye a döntés. És szerintem ez egy nagy előny. Engem az informatika kifejezetten érdekel, és úgy a terén is szeretnék ugye elhelyezkedni, és ugye az iskolákat itt kérdezem, hogy van ugye informatika szak, és hogy azon belül még mit lehet ugye tanulni. A roadshow lényege, hogy közelebb hozza az iskolákat a szülőkhöz, diákokhoz, így megkönnyíti a pályaválasztást. Az új kezdeményezés sikeres volt, így a jövőben is több helyen kerül megrendezésre.